Egyedüli magyarként indult a svájci Le Sentinelben rendezett Jaguar kupán Gálenikő. A szombathelyi Leo Karatedoese versenyzője a színvonalas viadalon egy első és egy második helyezést gyűjtött be. Érdekesség, hogy ezúttal erősebb versenyszámában a formagyakorlatban csúszott le az aranyéremről. A formagyakorlatban volt az erősebb versenyszáma, de a döntőben ott sajnos meg kellett elégedni a második helyjel. Nagyon jó, nagyon erős ellenfele volt, mind ketten kiemelkedtek a mezőnyből, úgyhogy ott lehetett volna ez is az is a döntés, megérdemelten nyert az ellenfél is. Gálenikő a minimális különbséggel elveszített formagyakorlat finálé után a küzdelemben kárpótolta magát. Úgy végzett az első helyen, hogy az elődöntőben súlyosnak tűnő combsérülést szenvedett. Ennek ellenére magabiztos győzelmet aratott svájci ellenfele felett. Az elődöntőben, mikor lesérültem, éreztem, hogy fáj a combom, viszont akkor még be voltam melegedve eléggé, nem éreztem annyira. A döntőben is sikerült összeszednem magam, sikerült is megnyerni. Később, mikor már kezdett kihűlni az izmom, akkor éreztem, hogy itt nagyobb gond is lesz, nem csak egy kisebb rugást kaptam. A vasi versenyző combsérülése komolynak bizonyult, most itthon lábadozik. Közel 2 hetes kihagyást követően kezdheti el majd óvatosan az edzéseket, annak érdekében, hogy minél eredményesebben készülhessen fel az októberi szombathelyi rendezésű Gocsukupára.